Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ugrasdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettese. Szép jó reggelt kívánok. Gratulálunk a feljebb lépéséhez. Köszönöm. És akkor most elmondjuk a nézőknek, hogy hol is tartunk. Szép jó reggelt kívánok, Brajer Péter vagyok. A Luak a zsinagógai naptár szerint 5777. áfhó 17. napját írjuk. A Gergely naptár szerint 2017. augusztus 9-e szerda van. Minden kedves nézőnket, akinek Emőd a neve, külön szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmával. Az euró középárfolyama 304.12, és most következik az a valuta, amiben többet ne vegyenek föl kölcsönöket, 267.54. És az időjárás jelentésre, aki lemaradt, 17 és 37 Celsius fok között várható a mai időjárás. Tehát öltözzenek rétegesen, ne hagyják otthon az esernyőjüket, és nagyon figyeljenek oda folyadék háztartásukra. Mindezt javasolhatnánk szerintem az amerikai elnöknek is, hogy ő is mi mindenre figyeljen oda, mondjuk a twittereire, arra, hogy kinek mit mond. Így van ez? Most legalábbis szabadságon van, úgyhogy amíg a Fehérházat tatarozzák, addig New Jersey-ben egy golfklubjában tölti az időt, ami azért is érdekes, mert önként fel kell építeni az egész Fehérházat az ő magánbirtokán, de úgy gondolom, hogy azért kellene jól fogja érezni magát a nyáron, most azért kell viszonylag kevés dolog történik, talán Észak-Koreát leszámítva. Mennyire fontos tulajdonképpen egy egyszerű amerikainak az, hogy Észak-Korea tudja egyáltalán, hogy hol van? A New York Times csinált egy felmérést ennek kapcsán néhány évvel ezelőtt, és azért elég nagy szórással tudták az amerikaiak a térképen megmutatni, hogy hol is van Észak-Korea, nagyon sokan mondjuk Vietnám helyére tették, de voltak Indiába. Azért az újságokban ez egyre inkább felmerül. Tehát sokat olvashatunk arról, hogy az új nukleáris fejlesztések a rakétaprogram kapcsán hogyan változik, mármint amennyiben változhat a koreai-amerikai viszony, hiszen azért ez eléggé minimális szinten van már elég hosszú ideje. De kétségtelenül most nyáron azért fel lehet tartani az érdeklődést, és azért arra se feledkezzünk meg, hogy Donald Trumpnak is minden egyes nap kincse, még nem arról van szó, hogy ő és az oroszok milyen kapcsolatban vannak egymással. Elment nyaralni. Ugyan berendezték ott neki a Fehérházat, de szinte a stábja még most sem áll teljesen föl. Inkább mondjuk úgy, hogy már sok embert le is cseréltek benne. Havas Henrik rekordját nem sikerült megjelteni a kormány szóvivőség szempontjából, de azért 11 nappal egy újabb szóvivőt avathattunk, sőt, hát vannak olyanok, akik szerint már azelőtt menesztették őt, mielőtt kinevezték volna. És új kabinett főnöke is van az elnöknek, a John Kelly tábornak, aki korábban a belbiztonsági minisztériumot vezette. Érdekes elemzések jelentek már meg az amerikai sajtóban arról, hogy mivel járhat az, hogyha ennyi egyenruhás van egy elnöki adminisztrációban. Ugye nem csak a kabinetfőnök, hanem a hadügyminiszter is volt tábornok, a nemzetbiztonsági tanácsadó aktív tábornok. Tehát ilyen nagy számban katonai vezetőket azért viszonylag ritkán látunk az amerikai politikai vezetésnek a legfelsőbb szintjein. Így aztán kezd egyre jobban hasonlítani az izraeli vezetésre, ahol viszont a kormányban egyre több volt tábornok található, illetve volt katonai, magasrabbú katonatiszt. Mondjuk szerintem, ha megnéznénk, hogy az amerikaiakban, tehát az egyszerű amerikai állampolgárok hány százalék a szolgált hadseregben, és mondjuk Izraelben mi a hasonló szám, akkor ez talán annyira nem meglepő, hogy Izraelben mindig többen lesznek azok a politikusok, akiknek valamilyen sikeres katonai múltjuk van. De kétségtelen, hogy Trump vonzódik a különféle tábornokokhoz. Nagyon régóta találhatunk a közelében volt, illetve aktív katonákat. Nem biztos, hogy szerencsétlen egyébként, hogyha abban a Fehérházban, amit itt az első fél évben létrehozott, valaki végre csinál egy kis katonás rendet. Ez biztos rájuk férne. Nekem úgy tűnik, hogy azért van ő neki elég problémája, ugye itt van ma, mai nap ez az évforduló, a Watergate után Nixon menesztésének az évfordulója. Vajon mire gondolhat ő, hogy az ő napja is meg vannak számlálva? Nem gondolnám, szerintem Trump azért alapvetően sokkal optimistább ennél, és eléggé harcos típus. És ha megnézzük azt, hogy mik az erőviszonyok a kongresszusban, akkor azért neki nem kell attól tartani ebben a pillanatban, hogy bárki őt el kívánná távolítani a Fehérházból. Alapvetően én úgy gondolom, hogy akkor lehet majd hitelesen beszélni arról, hogy Trump megy vagy marad, amikor annyira megfordul majd a közhangulat nem csak az országban, hanem a republikánus pártban is, hogy őt inkább tehernek, mint sem egyfajta pozitívumnak fogják majd fel.
Vannak olyan felmérések, ami szerint már a republikánus szavazók is egyre inkább elfordulnak Trumptól, de amíg vele lehet hozni a választási eredményeket, vele lehet az időköziken nyerni, azért valószínűleg hozzá fognak ragaszkodni a republikánusok, és ebből a szempontból valószínűleg a félidős választások a jövő évben alapvetően egy választóvonalat jelenthet meg. Azért sok minden történt, amióta ő az elnök, például megígérte, és ezt meg is tartotta, ott van ugye a Dél-Koreának szállítandó fegyverek, amit azelőtt majdnem ajándékba kaptak, és most ő keményen pénzt kér érte. Hol fedezhetjük még föl a hasonló döntéseket? Viszonylag kevés konkrétum van itt. Nagyon érdekes látni, hogy elválik az amerikai külpolitika attól, amit az elnök csinál, és attól, ami valójában történik. Tehát Trump nagyon sok mindent tesz közé a Twitteren, nagy a sajtótájékoztatóin legendásan váratlan dolgokat szokott húzni, viszont az amerikai külpolitika az sokkal kiszámíthatóbb maradt, mint elsőre gondolnánk. Tehát ha megnézzük azt, hogy mondjuk a NATO-n belül mit csinálnak az amerikaiak, hány hadgyakorlat volt a NATO-nak a keleti szárnyán, hogyan folytatják a fegyvereladásokat nem csak európai, hanem ázsiai országoknak is, vagy mondjuk Metis tábornak milyen országokban jár, kikkel beszél, mit mond, és mondjuk Vietnám mellett, hogy erősíti meg az amerikai kiállást, vagy hogyan nyugtatja meg Dél-Koreát és Japánt, akkor azért szerintem a világvezetőinek egy jelentős része rájött már arra, hogy inkább a miniszterekre és inkább azokra az emberekre érdemes figyelni, akik valóban el tudnak érni valamit, és valóban tudnak változtatni valamit, mint Donald Trumpnak a Twitter folyamára. Hát lehet, hogy mégsem a Twitter vezeti akkor a világot. Mi várható a Közel-Keleten? Mindig ugyan elmondja nekem, hogy ön egy amerikai szakértő, de ugye a szíriai rendezésben nekem úgy tűnik, mintha átadták volna például az oroszoknak a döntési lehetőséget. Itt is nagyon érdekes azt látni, hogy nem... Igen, egy korty vizet, nehogy itt élő adásba. Hát, nem lesz gond. Érdekes itt is látni azt, hogy hogyan került át a kezdeményezés, illetve a döntések egy jelentős része a Pentagonhoz, a Fehérháztól. Az elnöknek a menedzsment stílus azért különbözik Barack Obamától. Tehát Obama kapcsán talán legendás az a kép, amikor ülnek a szituációs teremben, amit magyarul nem tudom, hogy mondanak jól, ugye egy talán a hadműveleteket irányítják, és élőben nézi azt a kommandós akciót, ami Osama Bin Ladennek a kiiktatására irányul. Trump nem ilyen. Ő valószínűleg ezt úgy, a problémát úgy oldotta volna meg, hogy mondja, hogy nyírjátok ki Bin Ladent, és szóljatok, ha kész. És azt, hogy ezt hogyan csinálják meg, az teljesen rá van bízva a hadseregnek a vezetőire. És mondjuk a szíriai konfliktus kapcsán is azt láthatjuk, hogy az elnök nem szól bele közvetlenül abban, hogy mi történik, de szépen csendben, szépen lassan azért az amerikai csapaterősítések mind Irakban, mind pedig Szíriában megjelentek. Tehát jelen van a tengerészgyalogság egyre nagyobb létszámmal, átgondolták azt, hogy a szíriai felkelőknek a fegyverszállításait, azt hogyan érdemes végrehajtani, érdemes-e olyan fegyverszállításokat végrehajtani a térségben, amik egyébként idővel az iszlám államnál kötnek ki, érdemes-e felfegyverezni, kiképezni azokat a szövetségeseket, akikkel ott sokáig dolgoztak, hiszen az eredmények láthatóan nem jöttek, de úgy tűnik, hogy alacsonyabb szinteken a Pentagon vezetésében, illetve a régióért felelős parancsnokságon azért zajlik a gondolkodás, és egyre nagyobb az amerikai részvétel a szíriai konfliktusban is. Segítsen megérteni nézőiknek, na meg nekem is, ugye Trump úgy döntött, hogy Iránnal szemben további embargókat tartanak fönn. Az amerikai gazdasági tényezők hogy fogadhatják ezt, hisz az egész világ sorba áll, hogy valamit eladjon az irániaknak. Akkor most nem fognak hadfelszerelés, vagy mondjuk Boeing-gépeket eladni nekik? Itt szerintem inkább a regionális egyenleget érdemes nézni. Tehát lehet, hogy Iránnak most nem adnak el utasszállítókat, de eladtak Szaúd-Arábiának 100 milliárd dollár értékben fegyvereket, és valószínűleg meg az emirátusoknak is el fognak még adni, és néhány kisebb országnak a környéken. Tehát azért valószínűleg az amerikai fegyvergyártás a végén a pénzénél lesz. Azt mondja, hogy ezt most éppen nem Iránba szállítják le, az szerintem az ő szempontjukból kvázi részletkérdés, hiszen a vevők azok meg lesznek. És azért ne felejtsük el, hogy Trump rendkívül keményen állt ki az iráni atomalkú ellen még a kampányban, illetve rendkívül elítélő szavakkal beszélt az iráni vezetésről is. A riádi beszédében is kritizálta, most nem akarok butaságot mondani, hogy mikor volt, de néhány hónappal ezelőtt, de ott is kritizálta az iráni vezetést, és jól látszik, hogy azok a lobby csoportok, azok az érdekek, amik a republikánus párt mögött egyébként hagyományosan felfedezhetők, azért nem az Iránnal való enyhülésben érdekeltek. Akkor ugorjunk egy nagyot, párizsi klímaszerződés, ami annak ellenére, hogy Trump megpróbál ebből kihátrálni, úgy tűnik, hogy ez mégsem szűnik meg.
A párizsi klímamegállapodás két okból is érdekes. Az egyik az, hogy nem kötelező érvényű vállalásokat tartalmaz, tehát még ha alá is írja valaki, nem köteles betartani azt, ami abban benne van, hiszen nem rendeltek szankciókat ezekhez a vállalásokhoz. Ebből a szempontból azért ennek a jelentősége az korlátozott. A másik oldalon viszont az látszik, hogy Trump alapvetően ezeket a multilaterális formátumokat, ahol nem egyedül tárgyal más országok vezetőivel, nem igazán veszi jól, hiszen az ő pozíciójából, az amerikai ságából adódó előnyöket ilyenkor nem tudja kihasználni, nem csak egyesok közül. Sokak szerint például a NATO csúcsokon való frusztráció is erre vezethető vissza, hogy nem ő a legfontosabb, nem ő van a középpontban, hanem csak egyesok vezetők közül, és osztoznia kell a figyelmen. Illetve a harmadik tényező az az, hogy azért ezt mindenki tudta, hogy Trump idővel ki fog lépni a párizsi klímamegállapodásból. Ennek a kockázatai azért viszonylag alacsonyak voltak számára, hiszen azok a szavazók, akik őt támogatták korábban, ők korábban sem feltétlenül voltak a klíma iránt különösen érzékenyek, akik pedig Trumpot ellenezték, azok nyilván támogatták ezt a felvetést. Úgyhogy ezért nem veszített szavazókat az Egyesült Államokban, és számára ez a legfontosabb, nem feltétlenül az, hogy mondjuk nem tudom a franciának mit gondol róla. Egyre több menekült érkezik az Amerikai Egyesült Államokból a szomszédos Kanadába. Érdekes kontraszt van most az Egyesült Államok és Kanada között, amire a kanadai kormány azért valójában rá is játszik. Tehát azt a morális vezető szerepet, amit az Egyesült Államok sokáig játszott a világban, és ugye amit Trump azért eléggé gyorsan rombol le, azt most Justin Trudeau szeretné átvenni. Azért ez egy rendkívül érdekes kérdés abból a szempontból, hogy ugye próbál ilyen humanista, nemzetközi kooperatív vezetőnek feltűnni, miközben például a kanadai külpolitika az jelentős változásokon ment keresztül, hiszen sokkal aktívabban vesz részt például a fegyveres konfliktusokban, akár Szíriában, mint korábban. Tehát még az egyik oldalon azt mondjuk, hogy próbálnak ilyen nagyon jó fejnek látszani a nemzetközi sajtóban, és vicces zoknikat felvenni, meg nem tudom hány nőt bevenni a kormányba. A másik oldalon azért nagyon realista külpolitikát folytatnak, és sokkal inkább hajlamosak a fegyverekhez nyúlni, mint korábban bármikor az ország történetében. A világ több fővárosában még mindig nem érkezett meg az új amerikai nagykövet. Minek köszönhető ez? Azok a személyzeti problémák, amikről nagyjából egy fél éve beszélgetünk, azok továbbra sem feltétlenül oldottak meg, és ez a külügyminisztériumra különösen jellemző. Tehát azt látjuk, hogy még mondjuk a miniszteri szintet nagyjából már sikerült kinevezni, és a legfontosabb szövetségi ügynökségeknek meg is vannak a vezetői, addig azért alacsonyabb szinten államtitkári helyettes államtitkári szinteken nagyon nehezen halad előre a kinevezéseknek a folyamata, sok helyen jelölt sincsen, ahol van jelölt, ott azért egy eléggé alapos szűrési folyamaton kell átmenni, vagyonnyilatkozatot kell tenni, átvilágítják az embert, tehát ebben a szempontból azért hasonló helyzet ahhoz, amit itthon látunk. És azért még mindig nagyon sokan vannak, akik nem akarnak a Trump adminisztrációnak dolgozni, tehát viszonylag kevés emberből lehet válogatni. És azért a nagykövetek ebből a szempontból nincsenek túlságosan magasan a prioritási listán, és főleg azokban az országban, ahol alapvetően jó élni, tehát mondjuk Európában, ahol ki lehet menni az utcára és nem lövik le az embert, azért elég nagy verseny szokott lenni a kampánytámogatók között, hogy kit nevezzenek ki. Trumpról is lehet tudni, hogy próbálgatja a támogatóit, a barátait ilyen pozíciókra megnyerni, de egyrészt a kinevezési folyamatnak a hosszúsága és bonyolultsága, másrészt pedig a külügyminisztériumi apparátusnak a hiánya azért azt eléggé megnehezíti. Amerika szenved ezért valamilyen hiányt akkor, hogy nincs egy csomó országban még ott a nagykövet? Nyilván fontos az, hogy legyen közvetlen kapcsolat a helyi országnak a kormányával, de azért nagyon sok mindent így is el lehet intézni. És érdekes azt látni, hogy az amerikai külügyminisztérium szerepe folyamatosan leértékelődik, mind a Fehérházzal, mind pedig a Pentagonnal szemben. Tehát egyre inkább terjed el az a vélemény, az a benyomás egyébként a Washingtonban szolgáló más ország nagykövetei között is, hogy nem feltétlenül a külügyhöz kell fordulni, hogyha valamit szeretnének elintézni. Érdemesebb közvetlenül a Fehérházhoz fordulni, vagy érdemesebb a katonai vezetőkhöz fordulni, hogyha valóban valamilyen eredményt el akarnak. Hát a Fehérházban, hogyha éppen még ugyanaz van, aki tegnap volt. Az elmúlt percekben stúdiónk vendége volt Ugrozsdi Márton, aki a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatója, és már is láthatjuk az előtérben Tordai Bencét, a Párbeszéd szóvivőjét. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és visszavárjuk. Előzetesek, és jövünk Tordai Bencével vissza.